Hello, sziasztok! A múltkor a Fidesznek volt ez a 6 millió forintos reklám videója, amiről kiderült utólag, hogy a Márki-Zay riportokat vágtak meg. Most találtam egy videót, ahol a Hír TV riportere interjúvolja meg Márki-Zayt, és csak úgy belenéztem, tekergettem, aztán úgy feltűnt nekem valami, az, hogy a riporternő folyamatosan visszatér egy láger témára, és gyanús lett nekem, hogy itt is ezt is majd esetleg később felhasználják. Meg is egyeztem az időpontokat, nézzük végig, hogy hogyan dolgozik a riporternő, hogy bólogat, hallgatja a választ, de mindig visszatér arra, és valahogy úgy fogalmazza, hogy én feltételezem, hogy ezeket majd talán megpróbálja felhasználni, de figyeljünk! Úgy hangzott, hogy a lágerben más motivációk vannak, és a Fidesz ezt követi. Milyen lágerre gondoltunk, hogy hogyan értelmezik? Gulág. Még egyszer. Úgy kell értelmezni, hogy Orbán Viktor visszavitte a kommunizmusba. Magyarországot egy kommunista pártállamot épít. Természetesen, hogy fogalma nincs arról, hogy hogy működnek a nyugati demokráciák, hogy működik a piacgazdaság, és hogy működik a sajtó. Na, itt a riporternő következetesen lágert említ a gulág helyett. Oké, de most tekerjünk. 1:30, igen. Tehát így a Fidesz vezetésről volt szó, és akkor lényegében Magyarországot hasonlított a lágerhez? Orbán Viktornak a működési modellje az olyan, mint a kommunista Szovjetunió működési modellje. Ha nem... Na, itt a végül is Magyarországot hasonlított a lágerhez. Hát itt nem sikerült neki, de... de elképzelhető, hogy ezt már bevágják így. Most menjünk az időpontra, hogy előtte teljesen másról volt szó, de megint a nő tesz egy kísérletet. Az erdogáni mintát követte. Erdogán azt is elérte, hogy néhány hónap alatt 40%-ot veszítsen a török fizetőszóz értékéből, tehát nem gondolom, hogy Orbán Viktornak ezt kellene követnie. Így is elég bajok van a 370 forintos euróval. Tehát a lágerre visszatérve, akkor egy ilyen szöges drótos lágert képzeljük el? Gulág szigetcsoport, tényleg ajánlom, ezt nagyon érdekes jó könyvet. Látjátok itt, na itt végül is ez a rész már használható, hogy végül is, hogy a lágerre visszatérve, még egyszer? Tehát a lágerre visszatérve, akkor egy ilyen szöges drótos lágert képzeljük el? Gulág szigetcsoport. Na, látod, hogy itt a Márki-Zay arra gondolt, hogy a riporterre nem érte, mi a gulág, és de én attól tartok, hogy ezt már fel fogják használni, hogy úgy bevágva, hogy Magyarország egy láger lesz, egy szögesdrótos szigetcsoportot képzeljünk el, szögesdrótos Magyarországot. Egy mocsok egy dolog, még egyszer. Tehát a lágerre visszatérve, akkor egy ilyen szögesdrótos lágert képzeljük el? Gulág szigetcsoport, tényleg ajánlom, ez nagyon érdekes jó könyvet, ez az irodalomnak az egyik alapműve. Esetleg tessék elolvasni. Akkor még egy másik téma lenne, hogy valós probléma, nem tartja el való... Igen, nagyon izgul a riporternő, mert szerintem ez ki volt neki adva, hogy jó, hogy ilyen kis részeket vadásszanak ki a Márki-Zayból, amit majd fel tudnak használni majd a M1-es, vagy a pont ez a 6 milliós 6 millió forintos nyereményhez hasonló reklámokban, hogy ilyen hazugságokhoz, hogy például ez a lágeres dolog, hogy teljesen másról van szó, de így, ha így kivadászva ezt a dolgot, akkor ez már felhasználható lesz, szerintem. Hát lehet, hogy nem, de nagyon gyanús. Az egészet hallgassátok meg, hogy nincs is összefüggés a korábbi dolog,
joggal, és látszik, hogy a riporternő úgy fogalmaz, hogy végül is igennel lehet válaszolni. Na, csak ennyi, belinkelem majd a videót. Sziasztok!